Az állategészségügyi szolgálat tevékenysége manapság nem merül ki a betegség megelőzésben és a gyógyításban, hanem jelentős közegészségügyi meg élelmiszerbiztonsági szereppel is bír, emelte ki megnyitó beszédében Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár. A 21 éve működő Magyar Állatorvosok Világszervezete elsősorban az ismeretek átadására és a legújabb kutatási eredmények megosztására törekszik. Az első napon az állatállományra veszélyes járványokról tanácskoztak, holnap pedig a kisállatgyógyítás kihívásairól értekeznek. Szerbia és hát a szomszédos ország között nagyon az együttműködés az állatorvosi ügyek területén, és hát ez az összefogás, ezek az összejövetelek, szakmai összejövetelek előbbre tudják mozdítani, segíteni tudják az állatorvosoknak a munkáját, még sikeresebben is jobban tudjuk a kihívásokat kezelni, és meg tudjunk felelni az elvárásoknak. Gyakorló állatorvosok és egyetemi hallgatók is részt vesznek a konferencián, a házigazdákon kívül Magyarországról, Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából is. Kihasználva a közös nyelvet, más-más országokból, más-más belátással, meglátással, tudással össze tudunk jönni, össze tudunk ülni, egyes problémákat megvitatni, és ezáltal hazamenvén sokkal könnyebben, jobban tudunk dolgozni. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Szekér Klára, Magyarország belgrádi nagykövetségének mezőgazdasági és környezetvédelmi attaséja, valamint Daniela Gilovszki, a belgrádi állatorvosi kar dékán helyettese is.